Közel 20 milliárd forintos beruházás valósult meg a megyében a hulladéggazdálkodás területén. Még 2000-ben dolgozta ki a megye a települési szilárd hulladékgazdálkodási koncepcióját. A fejlesztéssel olyan hulladékgyűjtési és kezelési rendszer valósult meg, amely az Európai Uniós normáknak megfelel. Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán lerakó épült. A második ütemben a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása történt meg, és a hulladék lerakókban új beruházások létesültek. A vegyes hulladékok kezelésére 3,2 milliárd forintból 18 szelektív hulladékszállító autót vettek, ezekkel már teljes a rendelkezésre álló infrastruktúra. A legutolsó lépésbe valósultak meg olyan beruházások, konkrétan hulladékgyűjtő edények és új autók, ami ugye a lakosság számára igazán látható és kézzelfogható. Az első visszajelzések azok nagyon pozitívak, mindenki szeretné ilyen szelektív hulladékgyűjtő edényt, bízom benne, hogy használni is fogják az emberek. Az országban a második legnagyobb közszolgáltató az Északalföldi Környezetgazdálkodási Kft. 180 ezer háztartásnál végeznek közszolgáltatást. A cég szolgáltatási tevékenysége 2006-tól folyamatosan változik, bővül. Első lépésként az volt a feladat, hogy a hulladék lerakókba kerüljön a szilárd hulladék, majd pedig a lakossági gyűjtésre helyezték a hangsúlyt. A szelektív gyűjtés, a szállítás és a korszerű feldolgozás révén az uniós elvárásoknak megfelel a megyei hulladékkezelés. 2016-ban a projektben beruházási oldalon már komoly változások nem lesznek, mondta el az ügyvezető, de a cég működtetésében az állam szerepet vállal. 2016-ban egy olyan átalakulás várható, hogy az ország valamennyi közszolgáltatóját egy állami holdingba szervezik, és azon keresztül történik egy viszonylag egységes szolgáltatási színvonal és ehhez tartozó egységes szolgáltatási díj kialakítása. Ez a díj nem azt jelenti, hogy a lakosság ezzel az egységes díjjal fog találkozni, hanem a szolgáltatók egy azonos egységes elszámolási díjon számolnak el majd ezzel a holdinggal. A projekt során több hulladéklerakó rekultivációja is megtörtént. 108 településen számolták fel a hulladéklerakókat, sok helyen az illegális lerakást is, és a területeket újrahasznosították.